sorozatban. És hát csak abban reménykedem, hogy valamelyest tudnak ilyen rövid időt regenerálódni, hiszen alig negyed órájuk volt, és már jöhetnek újra. Ez még azonban a rövidebb távú négyesek döntője. Hogy véletlenek nincsenek, az mi sem bizonyítja jobban, mint egy 2, 4, 6, 7 olyan hajó van a döntőben, az ukránokat és a spanyolokat kivéve valamennyi többi, amely országok hajója a 1000 méteres döntőben is ott volt. Igaz ugyan, hogy ebből a svédekében 2 új ember, a magyarokében 2 új ember, a lengyelekében is 2 új, a német hajóban is 1 új ember evez. Tehát nem azonosak az összetételek. De hát haladjunk sorra. Az egyes pályán a tegnap 5. helyen végzett cseh 4-es hajó ugyanabban az összeállításban indul majd. A 2-esen a tegnap világbajnok német hajóban egy csere, nevezetesen von Appen került a hajóba, a régi 4-es régi tagja. Tehát a tegnap valamivel fiatalabb váltó 2 új emberrel, Szábellel és Flugneimerrel, most ott van von Appen is. De Reinek, Thomas Reinek, aki egyébként azt mondja, hogy abba hagyja ezután, és itt ez a szemüveges úr, Hoffmann, Dieter Hoffmann, ott van a hajóban a 2 fő mozgatóerő. A 3-ason a lengyelek, tegnap bronzérmesek lettek, 2 új ember ül a hajójukban, és ezzel csak erősödött az egység, azt mondják. A négyes pályán az orosz hajó, amely 94-ben világbajnok lett ezen a távon. Itt újra a németek, láthatók. Tehát az oroszok tegnap csak 8-ak lettek a hosszabbik távon, de a rövidebb táv világbajnoki címének ők a védői. Tishenko a vezérevezősük. Az 5-ösön a magyarok. 2 cserével. Bártfai a vezérevezős, Rajna és Adrovic ül mögötte, és Ábrám Attila a legutolsó beülőben, ő a 4. A 6-oson a svédek. A magyarok tegnap 2-ak voltak, 94-ben egy egészen más összetételű hajón, bronzérmes tavaly a világbajnokságon. A 6-oson tehát a svédek, tegnap 7-ek, itt 2 új emberrel. A 7-es, 8-ason a spanyolok és az ukránok, nem voltak tegnap döntőben, és a 9-esen az olaszok, tegnap 6-ak, 94-ben ezen a távon ugyancsak 6-ak, az összeállításuk ugyanaz, mint tegnap volt. A legnagyobb esélyes a német hajóegység természetesen, de a mieink is a délelőtt mutatott formák alapján nagyon versenybe lesznek. Igen erős az orosz hajó, igen erős. A 4-es pályán a magyaroknál egyen lejjebb mennek. És én nagyon remélem, hogy azért versenybe lesznek a mieink hatalmas erővel. Ez az oroszok hajója elő, Tishenko, mögötte Gorobi, Verline és Denisov. A 3. helyen haladnak a magyarok, fönn az ukránok hajója, de egyelőre az orosz és a legfőső, illetve a 8-as pályán fönn az ukránok, ők 2. A mieink a 3.-4. helyen viaskodnak, elől a hajóban a vezérevezős Bártfai Krisztián. Az oroszok vezetnek, a mieink megpróbálnak fölzárkozni mellé, de már délelőtt érezni lehetett ezt az orosz hajót, nagyon nehéz megverni. Fönn az ukránok, az oroszokra úgy tűnik már csak ők lennek igazán veszélyesek, bár nagyon jön a magyar hajó, nagyon hajrázik, és egyelőre úgy nézem, a lengyelekkel a 2. helyre küzdenek, a németek óriási hajrával, pillanatnyilag már 4. helyre esett vissza a magyar hajó. Az oroszok nyernek, 1. az orosz, 2. a német, 3. vagy 4. a magyar hajó. Ezt a lassításban lehet majd biztosan látni. Tishenko, Denisov, Gorobi és Verline. Nagy boldogság. Jogos nagy boldogság, hiszen... Na, nézzük, ott a mieink nagyon jól jöttek. Sajnos látni lehet, hogy millimétereken múlott.
A második helyen egész biztos a célfotó, sem könnyen állapítja meg majd a helyezést. Minden esetre a negyedik helyre futottak be a mieink, ha csak centiméterekkel is lemaradva. Tehát egy orosz aranyérem, és ezzel a 15. ország szerzett érmet. Mindezt azért sorolom csak föl, mert azt jelenti, hogy a nemzetközi kajak kenusport terjed a világon. Itt 51 ország, 630 versenyzője van. Komoly, nagyértékű, nagyon fontos sportág lett ez. És most nézzük gyorsan, mielőtt a kenu négyesek elindulnak, azt az eredményhirdetést, amelyet olyan szívesen nézünk végig, még a felvételről is.